Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Január 23-a, Zelma, Rajmund, János és Mária névnapja van. 283 éve született Kempelen Farkas tudós, feltaláló, a sakkozókép megépítője. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Megérkezett Magyarországra az olaszországi Verona közelében történt autóbusz baleset negyedik súlyos sérültje is. Az újvidéki rakparton az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek ma. Valóban olcsók a házak Bánátban? Ennek próbáltunk utána járni. Hétfőig jelentkezhetnek azok a palicsiak, akik szeretnének rákapcsolódni a szennyvízhálózatra. Megérkezett Magyarországra az olaszországi Verona közelében történt autóbusz baleset negyedik súlyos sérültje is. A tragédiában 16-an életüket vesztették, 26-an pedig megsérültek. Az autóbusz baleset négy súlyos sérültjét már a budapesti Honvéd Kórházban kezelik tovább. Közülük egy 50-60 év körüli másod- és harmadfokú égéseket szenvedett pár vasárnap délután érkezett a Honvéd Kórházba. Vasárnap este érkezett a harmadik sérült, egy 30 év körüli férfi, akinél csonttörést, szalagsérülést és kisfokú égési sérülést állapítottak meg. Mindhármuk állapota stabil, maguknál vannak és kommunikálnak. A negyedik sérült hétfőn érkezett meg repülővel ugyanebbe a kórházba. Ő koponyasérülést szenvedett. A sérültek állapotáról rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak az illetékesek. Úgy néz ki, hogy stabil az állapota, jó általános állapotban van, és jelen pillanatban műtétre nincsen szükség. Természetesen a teljes vizsgálat lezárulása után tudunk erről teljes képet alkotni. A tegnap megérkezett három sérülttel kapcsolatban, a két égett égési sérüléssel domináló sérültnél azt tudom mondani, hogy vizsgálatok folyamatban vannak, naponkénti kötés történik, és várhatóan az elkövetkezendő napokban dől el, hogy kinek van szüksége műtétre. Két utast még válságos állapotban kezelnek veronai kórházakban. Egyikük testfelületének 60%-a harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, másikuk esetében komoly koponyaműtétre volt szükség. Ők egyelőre nem szállíthatók Magyarországra. A baleset könnyebb sérültjei már elhagyhatták Olaszországot. Minden olyan sérült, akinek volt lehetősége Magyarországra távoznia, az megtörtént. A legutolsó beteg is megérkezett. A négy nagyon súlyos sérült, akinek van még szüksége kórházi ápolásra, az a Honvéd Kórházban kapott és kap ellátást. Közben a szerencsétlenség óta folyamatosak a megemlékezések Magyarország szerte és a Kárpát-medence több településén is. Hamarosan hivatalosan is azonosítják a veronai baleset összes áldozatát, közölte Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter. Véleménye szerint az olasz hatóságok a halálos áldozatoktól vett DNS mintákat hétfőn Milánóba küldik, ahol a tervek szerint szerdára, de legkésőbb csütörtökre befejezik az azonosítást. A tárcavezető közölte, hogy az észak-olaszországi buszbaleset áldozatainak és válságos állapotban lévő sérültjeinek hozzátartozói közül már majdnem mindenki megérkezett Veronába, és vannak, akik vissza is tértek Magyarországra. Felvonták, majd félárbócra eresztették a magyar nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon Budapesten. Ma reggel az országház előtt a magyar államvezetés is tisztelgette a veronai szerencsétlenség áldozatai előtt. Tisztesség, fogadás balról Magyarország lobogójának tiszte! Hey! A megemlékezés honvéd gyalogos és lovas díszegységek katonai tiszteletadása mellett zajlott. A lobogó félárbócra eresztése után Bíró László katolikus tábori püspök mondott imát. Én bátortalan vagyok, de nálad segítség van. Én nyugtalan vagyok, te nálad a béke. Budapesten a Kossuth Lajos téren tartott megemlékezésen Áder János köztársasági elnök, Kövér László a magyar országgyűlés elnöke és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke is ott volt. Miniszterek, kormánypárti és ellenzéki politikusok is megjelentek. A budapesti Szinyei Mersepál gimnázium tanulói és tanárai közül is sokan ott voltak. A parlament épületére kitűzték a fekete zászlót. A nemzeti gyásznapot elrendelő kormányrendelet szerint a meghatározott középületeken gyászlobogót kell kifüggeszteni. Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbócra kell ereszteni.
az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani. Magyarország Szabadkai főkonzulátusa is megemlékezik a veronai buszbalesetben elhunytakról. A főkonzulátus épülete előtt mécses gyújtásra van lehetőség, valamint gyászkönyvet is nyitottak. Ebbe kedden és szerdán reggel 9-től 16 óráig lehet részvételt nyilvánítani. Egyébként Európa több országában más-más módon, de megemlékeztek a tragikus körülmények között elhunytakról. Brüsszelben is filárbócra engedték az ászlókat, így tisztelegtek az Olaszországban magyar fiatalokat szállító buszbaleset áldozatai előtt. A Magyar Nemzeti Gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosult. A Pannon reggeli és a Hangár hétfői adása elmaradt, valamint a gyásznaphoz méltó zenei összeállítással jelentkezünk mindkét rádiós frekvencián. A Pannon Televízió hétfő reggel 8 órakor közvetítette a magyar közmédia adását, a Kossuth téri zászlófelvonást, majd annak félárbócra engedését. Műsorainkban folyamatosan foglalkozunk az olaszországi buszbaleset fejleményeivel, illetve annak hátterével. Az újvidéki rakparton az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek. Ma több százan gyűltek össze az áldozatok emlékére emelt család szoborcsoportnál. Az eseményen többek között ott volt a szerb államfő tartományi és helyi tisztségviselők, Magyarország belgrádi nagykövete, szerb egyházi méltóságok és a zsidó hitközség képviselői is. Az 1942-es januári razzia áldozataira emlékeztek az újvidéki rakparton a család emlékműnél. A rakpart Szivárványhídtól Munkás utcáig terjedő részét lezárták, és a környező utcákban is fokozott rendőri jelenlét volt, hiszen itt volt az államfő és más fontos politikai tisztségviselők is. Az emlékműnél az egybegyűltek nagy része iskolás diák volt, akik tanáraikkal együtt jöttek el a megemlékezésre. Először Újvidék polgármestere szólt az egybegyültekhez. Idanas osjećam i bes i gorčinu, jer nije sprečen užas koji je zauvek okovao Novi Sad, kao što ga svakog januara okivaju sneg i led i ova jeziva ledena tišina Dunava. Tomislav Nikolić szerb államfő beszédében emlékeztetett arra, hogy nincs kollektív bűnösség, csupán egyének vonhatók felelősségre a háború alatti gaztettek elkövetéséért. Emlékeztetett arra, hogy 2013. júniusában Áder János magyar államfővel közösen hajtott fejet Csúrogon a II. Világháborúban, és azt követően ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok emlékműveinél, ami jelentősen hozzájárult a két nép közötti megbékélési folyamathoz. U ljudskoj i hrišćanskoj ljubavi smo se pomirili i oprostili jedni drugima, ali zaboraviti niti možemo, niti smemo. Jer, iako nema srpske, jevrejske ili romske kuće u ovom gradu koja ne pamti svoje stradalne pretke, nevine žrtve novosadske racije, prošlost, ne možemo izmeniti. Ovim žrtvama novosadske racije. Az állami tisztségviselők megkoszorúzták a razzia áldozatainak emlékművét. Először Tomislav Nikolić államfő, majd Mája Gojkovics, a köztársasági parlament elnöke koszorúztak. A tartományi parlament küldöttsége Pásztor István házelnök vezetésével helyezte el a kegyelet virágait, Magyarország nevében pedig Pintér Attila belgrádi nagykövet koszorúzott. 1942. január 21-e és 23-a között a Magyar Honvédség tagjai egy eredetileg a szerb partizánok ellen indított razzia folytatásaként ártatlan újvidéki lakosokat végeztek ki. A főfelelősöket a háború után Magyarország kiadta Jugoszláviának, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket. Akár egy használt autó áráért is lehet házat venni Bánátban, erről cikkezett nemrégiben a szerb sajtó. Azt írták, Nagybecskerek környékén van olyan ingatlan, amit nagyjából 1500 euróért megvásárolhatunk. Mi is szétnéztünk a piacon, ennyire olcsó házat nem találtunk, az emberek ugyanis nem szeretnének apró pénzért megválni a családi vagyontól. Vevő azonban kevés van, így a házak akár évekig is üresen állnak gazdára várva.
Tavaly tavasz óta áll üresen ez a muzsiai ház, miután annak utolsó lakója is távozott az élők sorából. Az örökösök minden másnap, harmadnap körbejárják, 15 ezer eurót kérnek érte nagy kerttel bútorostól. Eddig egy jelönköző volt csak, az 13-at kért, tehát úgy beszéltük meg a testvéreimmel, hogy 15-től alul nem adjuk. Na hát, ha megnézzük, mennyit szenvedtek a szüleim, meg mindegyik, sajnos sok ház van eladó, azt akkor szeretnénk, hogy nem apró pénzzel adni. Nincs róla pontos adat, de a Nagybecskerek helyi közösségeként nyilvántartott muzsján becslések szerint mintegy 200 üres ház van. Hallai Zoltán 3 éve árul egy házat 16 ezer euróért. Ismét egy egész sor ház vár eladásra. Az a helyzet jelen pillanatban, hogy nagy a kínálat, kevés a kicsi a kereslet, és így a házak szinte apró pénzért kerülnek eladásra. Mondhatom, hogy abban a múlt század, amikor 60-70 ezer márkáért vásároltak házat, most ott van 8-10-15 ezer euróért lehet egy központi fűtés, kemény anyagból épült házat megvásárolni. Vitomir Lólics 3 hónappal ezelőtt nagybecskereki lakását cserélte muzsiai házra. Uložil jsem 15 000 eur. Kuća je u lošem stanju, mnogo treba ulaganja, ali šta da radimo, takva je situacija da to tako mora biti. E sad, ja znam dosta stvari da radim oko kuće. A Nagybecskerek közelében fekvő Lukács falvát korábban üres házairól emlegették. Jelenleg a 230 lakóház közül 2 árulnak. Az eladott házak többsége pedig átlagban 10 ezer eurón felül kelt el. Házakat, amit árultak, évi szinten mindegyiket eladták. Itten a Barasoron is belgrádi tulajdonosok, az új tulajdonosok, az új szomszédok, Becskerekről is hétvégesek vásároltak itt a szomszédba is házat, úgyhogy nagyon üres házak nincsenek. Az ingatlanpiac pangása következtében sok házat sorsára hagytak. Rokonok, szomszédok, ismerősök próbálják gondját viselni ezeknek az ingatlanoknak. Ennek ellenére egyre több a romos ház Bánátban. Hétfőig jelentkezhetnek azok a palicsiak, akik szeretnének rákapcsolódni a szennyvíz hálózatra. A tervek szerint 2017 közepétől indul a rendszer kiépítése, amely a palicsi és a ludasító megőrzését is elősegíti. Németország pénzzel támogatja, hogy az északbácskai településnek több mint 80%-a rácsatlakozzon a hálózatra, a mostani 30-35% helyett. A tervek szerint több mint 1000 palicsi háztartás csatlakozhat rá a szennyvíz hálózatra Szerbia és Németország közös projektjének köszönhetően. A palicsi helyi közösségben eddig mintegy 350 háztartás jelezte rákapcsolódási szándékát. Kitöltöttem, itt most viszem átadni. Nagyon örülnénk, ha volna, mert olyan nagyon fönt van a talajvíz, és sokszor nem lehet az udvarba járni, amikor olyan az időjárás. Egyesek csak attól tartanak, hogy az ő utcájuk kimaradhat a szennyvíz csatorna hálózatból. Palicsi lakos vagyok, és Palicsnak a környezetét mindent vigyázni kell. Egyedüli nagy bajom van, hogy én a falu szélén lakok, és lehet, hogy hozzánk nem fog kijönni, de nagyon reménykedök benne, hogy ez meg lesz. A környezet védelme és az életfeltételek javítása szempontjából fontos, hogy a település nagy részén kiépüljön a szennyvíz csatorna hálózat. Nagyon fontos lenne, hogyha nem csak a lakóövezeti résznek a polgártársai nyilatkoznának arról, hogy szeretnének rácsatlakozni a szennyvízhálózatra, hanem a Vikentelepen lakók is. A Vikentelep egy nagyon fontos része ennek a projektumnak, mert az elsődleges cél ezzel a projekt kapcsán a palics és a ludasító tehermentesítése a szennytől. A palicsi szennyvíz elvezető hálózat kiépítésének előfeltétele, hogy legalább 700 háztartás jelezze csatlakozási szándékát. A palicsi helyi közösségen kívül még a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalatban is átadhatják a csatlakozási szándéknyilatkozatukat. A banknak a határideje volt ugye az, amit meghatároztunk január 20-ai dátummal, mivel a bank jelezte, hogy
nem fog ideérni a hónap végig, hanem csak a februári hónap folyamán fog jönni, akkor ezáltal ez a határidő is meghosszabbítható 30-áig, illetve hát lehet, hogy még egy pár napot utána is. A bekötés 27 ezer dinárba kerül, amit részletekben is lehet törleszteni. A projekt megvalósítása 2017 augusztusában kezdődik, és a tervek szerint 2019 áprilisáig fejeződik be. Hétfőn még probléma nélkül működött a fűtés Zentán, de még mindig félő, hogy a szerbiai gázművek leállítja a távfűtés szolgáltatást a tartozások miatt, mondta Zenta alpolgármestere a Közügyek című hírháttér műsorunkban. Győr István elmondta, a decemberi számla több mint 28 millió dinár volt, a határidő pedig kedden jár le. Kértük a fogyasztókat, hogyha bírják, törlesszék az adósságokat, ha nem is mindent, legalább egy részét. Ez lehet mondani, hogy sikerült. Körülbelül 20 millió dinárt befizettek az adósok a 28 millióból. Tehát akkor van még 8 millió. Pontosan 8 millió, két óra, akkor kérdeztem a pénzigazgatót, hogy 8 millió 100 dinárra vagyunk még blokkád alatt, annyival van még zárolva az Elgáznak a számlája. A két ország gazdasági együttműködéséről, közös infrastruktúra kiépítéséről egyeztetett Alekszandar Vučić, Szerbia miniszterelnöke és Denis Vizdić, a boszniai és hercegovinai miniszteri tanács elnöke. Vučić hangsúlyozta, Szerbia soha nem fog szerbek ellen véteni, ezért nem csatlakozik a Milorad Dodikkal szembeni intézkedésekhez. Ünnepélyes keretek között fogadta Belgrádban Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök boszniai kollégáját. Kiemelte, hogy Szerbia számára fontos a régió országai közötti gazdasági együttműködés. Ehhez szükséges a Belgrád és Szarajevó közötti autóút kiépítése. Mi već kao što znate radimo koridor 11 i uskoro ćemo završiti put Beograd-Čačak. Ostaje za nas da uradimo 31 km do Požege, što nas košta 370 miliona evra, ali nam odatle ostaje od Požege do Užice, od Užice do Kotromana još 60 km, što bi trebalo da nas košta čak 830 miliona evra, time bismo mi našu deonicu završili, a odatle do Sarajeva ostaje 100 km za Bosnu i Hercegovinu da izgradi. Denis Zvizdić a két oldalú megbeszélések után hangsúlyozta, hogy a hosszú távú balkáni béke megőrzése érdekében mindenkinek tennie kell. Očuvanje mira i stabilnosti znači sigurni ekonomski razvoj ove regije koja raspolaže s ozbiljnim i prirodnim i ljudskim potencijalima i zaista ćemo sve učiniti u svim našim narednim aktivnostima, našim personalnim odnosima, našim oficijalnim institucionalnim odnosima da se očuva mir i stabilnost regije i da naše potencijale stavimo u funkciju ekonomskog razvoja i naravno stvaranja dobrih uvjeta za život stanovnika na području naše dvije države. Korábban arról szóltak a hírek, hogy korlátozásokat vezet be az Amerikai Egyesült Államok Milorad Dodik ellen a Daytoni békeszerződés végrehajtásának akadályozása miatt. A tárgyalásokon erről is szó esett. Vučić kijelentette, hogy Szerbia nem csatlakozik ezekhez a szankciókhoz. Holnap folytatódik a párbeszéd a szerbiai és a koszovói vezetés között. Szerbiát Alekszandar Vučić mellett Tomislav Nikolić köztársasági elnök képviseli. A koszovói fél is államfői és kormányfői szinten vesz részt a tárgyalásokon. A keddi találkozó elsődleges feladata, hogy a két fél között csillapodjon a feszültség. Tájékoztatták a tannyugot, meg nem nevezett diplomáciai források. Az Európai Unió részéről a kül- és biztonságpolitikai főképviselő szóvivője szólalt meg, Maja Kocsiáncsics Brüsszel elégedettségét tolmácsolta sajtótájékoztatóján, és reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy Koszovó és Szerbia viszonya normalizálódni fog. Both sides have committed to the dialogue and we expect that this commitment continues, including to the implementation of the agreements that have been reached. What is important is that the work continues. In this context, I expect that, yes, the way forward will be discussed, but the dialogue is very much a process that has some concrete deliverables that have been already implemented, that still need to be implemented, and this is very much what needs to happen. A holnapi tárgyalások eredményeivel híradásainkban kiemelten foglalkozunk majd.
40 millió dolláros támogatásra van szükség Szerbiában a migráns krízis kezeléséhez, derült ki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának és a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek az ülésén. A terv Szerbia számára projekt részleteit ismertették Belgrádban. Szerbiában az illegális bevándorlók helyzete stabil, annak érdekében, hogy ez így is maradjon, az országot nem szabad magára hagyni, hangzott el a találkozón. Az UNHCR és az IOM élelmiszerrel, egészségügyi szakemberekkel, szanitáris berendezésekkel támogatja Szerbiát. A balkáni migráns útvonal tulajdonképpen nincs is lezárva, a Szerbia ugyanis nap mint nap 7500 bevándorlóról gondoskodik, mondta Nenad Ivanišević, szociálpolitikai államtitkár, aki szintén részt vett a tanácskozáson. A balkánska rúta nije zatvoren, jer da jeste ne bismo danas pričali o ovome o čemu pričam. Dakle, za Srbiju je situacija ista kako je bila i kad je kao kriza bila na vrhuncu. Zašto? Zato što smo tada, kad je u Srbiju dolazilo dnevno 6-7 hiljada ljudi, imali 6-7 hiljada ljudi koji dolaze u Srbiju i menjali smo samo imena tih ljudi na svaki 24 sata, ali smo brinuli svakodnevno o 6-7 ili 10 hiljada ljudi. Danas mi brinemo isto tako svakodnevno o 10, odnosno malo manje, oko 7,5 hiljada ljudi koji se nalaze u Srbiji. Dakle, što se tiče situacije u Srbiji, nama je briga i obaveza potpuno ista kao da je ruta oficijelno potpuno otvorena. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Megtartották Tordán a Durindó és a Gyöngyös Bokréta gála műsorát. Közös zsolozsmát tartottak a római katolikus, a protestáns és evangélikus egyházak képviselői Szabadkán. Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Boško Krunić, a szocialista Jugoszlávia egykori magasrangú politikusa. Krunić vajdasági káderként tagja volt a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának, valamint annak elnöke is volt 1987-ben, két alkalommal pedig a Vajdasági Kommunista Szövetség elnökségét vezette 1981-től és 82-ben, és 84-85-ben. 1988-ban mondott le tisztségéről a joghurt forradalom után, amikor a Milosevic rezsim elvette vajdasság autonómiáját. Krunićot ezt követően kizárták a Jugoszláv Kommunisták Szövetségéből, és autonomista szeparatizmussal vádolták. Krunić 1929-ben született a Szeremségi Pecsince melletti Perhovó faluban. Magyar tannyelven oktató számítástechnika és informatika tanároknak tart továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács a szerbiai Microsoft vállalattal karöltve. Az Office 365 irodai programcsalád sajátosságaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A képzés ma kezdődött az Újvidéki Európa Kollégiumban, a következő napokban Zentán és Szabadkán folytatódik. A tartományoktatási titkárság az elmúlt hónapokban szerb nyelven szervezte az Office 365-nek a bemutatását. Innen jött az ötlet, hogy ugyanezt mi magyar nyelven is meg tudjuk szervezni. Az oktatásfejlesztési stratégiánk egyik fontos eleme a tanárok szakmai kompetenciájának az emelése, a tanárok megsegítése, és ebből kifolyólag vettük fel a kapcsolatot a belgrádi Microsofttal, akik biztosítottak bennünket arról, hogy magyar nyelven is meg tudják szervezni ezt a tanfolyamot. Növényvédelmi képzés indult Zentán, a Szent István Egyetem és a Pro Scientia Nature Alapítvány, valamint a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége közös szervezésében. A 40 órás képzés, amelyen 15 adai, magyarkanizsai és zentai mezőgazdasági termelő vesz részt, Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma és Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Célja pedig az, hogy valós gazdasági igényekre reagálva hozza helyzetbe a gazdálkodókat. Ez a 40 órás tanfolyam két részből fog állni. A tanfolyam egyik részében itt Zentán a zentai tagozat oktatói, gödöllői oktatók, illetve gyakorló szakemberek bevonásával egy elméleti és gyakorlati tudást adó tanfolyami részt bonyolítunk le, majd ezt követően egy magyarországi gyakorlati tapasztalatcsere programmal fogjuk kiegészíteni a képzésüket, amelynek során Gödöllőn laboratóriumokat látogatnak meg, növényvédelmi állomásokat,
állásokat, illetve a Növényvédelmi Kamara munkatársaival fognak találkozni, de vigyázunk arra, hogy egy parlament látogatáson találkozhassanak a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnökével is, Jakab Istvánnal, aki a parlament alelnöke, illetve a Földművelési Minisztériumban helyettes államtitkárasszony és a szakhatóságok vezetői fognak konzultálni velük. Teltház előtt fergeteges hangulatban zajlott tegnap este Tordán a Durindó és a Gyöngyösbokrétag államűsora. A Magyar Kultúra Napjáról is megemlékeztek, és megkezdődött a Tordai Művelődési Napok rendezvény sorozata. Egyfajta kárpótlás volt a gálaműsor a tordaiaknak, ugyanis a Durindó és Gyöngyösbokréta fellépőit tavaly a terembe szorította az időjárás. Emiatt akkor sokan kint rekedtek. Déd unokám táncol ebbe a néptáncba, és azt szeretném meg látni, meg hát különben többit is meg szeretném nézni, meg hát elgyűjtünk, hogy kicsit szórakozzunk. Fergeteges hangulatot varázsoltak a színpadra a néptáncosok, az énekesek. A hangszeresek is a legjavát hozták. Nem volt túlságosan nehéz kiválogatni a föllépő csoportokat, hiszen a zsűri minden évben annak ellenére, hogy nem rangsorol, de kiválogatja a legjobb produkciókat, illetve hát valamilyen szinten azért a szervezőkkel, a fesztiváltanáccsal és hát a médiával közli, hogy kik azok, akik méltóak a közlésre. A gála műsort, amely a Bánáti Szórvány Magyarság egyik legrangosabb művelődési rendezvényének, a 16. Tordai Művelődési Napoknak a kezdetét is jelentette, Hajnal Jenő, az MNT elnöke nyitotta meg. A ma estének az üzenete az, hogy bármikor, bármelyik pillanatban, ha nem is tud mindenki itt lenni, egy ilyen csodálatos gálát tudnak az énekeseink, a táncosaink bemutatni. A közönség 14 produkciót láthatott. Zsimóci táncokat hoztunk ide, ugyanúgy, ahogy a Gyöngyösre is, a gálára is ugyanazzal készültünk, ugyanis így illik, ha már a gálára eljutottunk. A Tordai Művelődési Napokon a nézők több mint 20 rendezvényt láthatnak majd, közel 1000 fellépőt várnak. A mi számunkra nagyon fontos az, hogy akkor, amikor tehát fogyatkozunk, hisz nem csak Tordán, hanem a környéken is, hogy eznek legyen egy megtartó ereje. A gálaműsor előtt Dudás Károly, a VMMS elnöke megnyitotta a Tordán megtartott két Durindón és Gyöngyösbokrétán készült fotó kiállítását, amelyet Lázár György készített. Közös zsolozsmát tartottak a római katolikus, a protestáns és evangélikus egyháza képviselője Szabadkai Munkás Jézus templomban vasárnap. A zsolozsma nem csupán közös imádság, hanem egymás felé történő kéznyújtás is volt, hangoztatták a résztvevők. Fény lett a mécsesek lángja a Szabadkai Munkás Jézus templomban vasárnap este. Sokan eljöttek a felekezetek közös miséjére. Nem csak ez a misa, hanem általában, amikor vannak, akkor szoktam eljönni. Tudja, mit egyedül élek, inkább jövök ide, mint hogy menjek a szomszédba. Észak-Vajdaságban példaértékű az együttműködés a történelmi egyházak között, mondta Dolinszky Gábor. Az evangélikus püspök helyettes kiemelte, Krisztus szeretetét szem előtt tartva, együttes imádsággal kell egymást támogatnunk. Közösen tudunk felekezeti hovatartozást, hogy gyakorlatilag függetlenül együtt imádkozni, együtt örülni és együtt ünnepelni. Ahogyan az idei évben Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének a mottója is mondja, hogy ugye Krisztus szeretete az, ami szorongat minket. Krisztus szeretetéről lehet sokat tanulni, lehet olvasni, beszélgetni, de gyakorlatilag akkor bontakozik ki Krisztusnak a szeretete, amikor a találkozás megtörténik. És itt az egymással való találkozásra is gondolok, hiszen ott tud kibontakozni a szeretet. A közös imádságon túl kezet kell nyújtanunk testvéreinknek, és segíteni egymáson, ha szükség mutatkozik rá. Hangsúlyozta Szakály József, Szabadkai plébános. Azt hiszem, hogy az imádságon túl van valamiféle testvéri kapcsolatkeresés is, személyes kapcsolattartás is egyrészt, hiszen kisebbségiként, magyarokként, akár legyünk evangélikusok, katolikusok, vagy éppen reformátusok, össze tudunk fogni és össze tudunk tartani. A Munkás Jézus templomban az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok lelki üdvéért is imádkoznak.
Horvátországban Pélmonostoron vendég szerepelt a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata vasárnap a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A 8 nő című előadásra a környező magyar falvakból is érkezett közönség. 8 év után ismét Pélmonostoron vendég szerepelt a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Ez alkalommal a 8 nő című előadást a pélmonostori moziteremben játszották. A horvátországi Magyarok Demokratikus Közösség által szervezett vendégjátékra minden jegy elkelt. Jankovics Róbert, a szábor, vagyis a horvát parlament magyar képviselője köszöntötte a közönséget. Az előadás előtt pedig egy perces néma csenddel emlékeztek meg a veronai buszbaleset áldozatairól. A komédiával és rejtélyekkel fűszerezett 8 nő című bűnügyi vígjáték cselekménye egy titokzatos gyilkosság köré épül. A teltház egyik oka az előadás könnyed műfaja, a másik pedig, hogy az itteni magyar ajkú lakosságnak csak nagyon ritkán van alkalma magyar nyelvű színházi előadást nézni. Ahhoz, hogy ugye mi magyar nyelvű előadást lássunk, halljunk, ahhoz el kell utaznunk Pécsre, vagy esetleg Szabadkára, és ezért gondoltuk azt, hogy most idén lehozunk egy színpadot, vagy lehozzuk a szabadkai társulatot, tehát vendégül látjuk, sok év után, korábban azért rendszeresen átjártak, ezt szeretnénk most újra frissíteni ezt a régi kapcsolatot. A bűnügyi komédia játékterét a vendégszereplés alkalmával át kellett alakítani. A moziteremben ugyanis nem volt megfelelő fénytechnika, és a szabadkai színpadon alkalmazott hangtechnikát sem lehetett használni. 8 nő előadás, itt a közönség a két oldalán ül, ugye is otthon itten gyakorlatilag egy kvázi kvadrofóniával oldottuk meg 4 hangszoróval, itt viszonylag a közönség ott ül, ahol a helye lenne, ugyebár így 2 hangszoróval megoldottuk. Gál Elvira Kalmár Zsuzsa szerepét vette át egy próbával. Ez volt a második előadása. Hangosan olyan annyiszor mondtam, hogy talán 2-szer, és akkor nagyon féltem, hogy majd beleblöttyölök, hogy nem tudok kimondani mondatokat vagy szavakat. Na most arra emlékszem, sokat csináltam, de erre az egyre emlékszem, hogy az ember helyett azt mondtam, hogy ember. A vendégjátékot követően, mire a színészek átöltöztek, a műszak már le is bontotta a díszletet. A 8 nő legközelebb a szabadkai közönséget szórakoztatja majd, a vendégszereplés kulisszatitkairól pedig részletesen beszámolunk majd a közelképben. A fiatal szerbiai teniszező Miomir Kecmanovic megszerezte élete első profi serlegét a Floridában rendezett tornán. A 17 éves válogatott szerb játékos kategóriájában a legjobb a világon. A sportoló 9 egymás utáni győzelemmel jutott el a floridai versenyre, ahol szintén sikeresen teljesített. Ott olyan játékosokat utasított maga mögé, akik idősebbek és a világranglistán lényegesen előkelőbb helyet foglalnak el. A tehetség jelenleg a 801. a világranglistán, azonban a floridai győzelmének köszönhetően várhatóan előrébb lép majd. Lehet, hogy egy új szerb teniszcsillag karrierét láthatjuk felvelni. Sokak szerint a 17 éves fiatal srác előbb vagy utóbb átveszi majd Novák Djokovic helyét a teniszvilágában. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megérkezett Magyarországra az olaszországi Verona közelében történt autóbusz baleset 4. súlyos sérültje is. Az újvidéki rakparton az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek ma. Valóban olcsók a házak bánátban? Ennek próbáltunk utána járni. Hétfőig jelentkezhetnek azok a palicsiak, akik szeretnének rákapcsolódni a szennyvízhálózatra. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pandonrtv.com-ra. Tartsanak továbbra is velünk, ugyanis hamarosan kezdődik a Jos Ovajput, még egyszer utoljára című jugoszláv filmdráma magyar felirattal a Pannon Televízió műsorán. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!